Közel 120 lakodalomból több mint 300 fotót tekinthettek meg az érdeklődők az esküvő kiállításon. A tárlat is része volt a Noszvai Szerelem hétvége programjainak. Itt a fényképek mellett féltve őrzött mennyasszonyi ruhákat is bemutattak. A kiállítás, ami felkeltette nagyon az érdeklődésünket, mert ilyenről még nem hallottunk, hogy kiállítás és egyben esküvői lehetőség. Sokan érkeztek az egynapos esküvői szertartásra. A Delamotte kastélyban örök hűséget fogadtak a párok, és ezt egy ott készült gyűrűvel pecsételték meg. Úgy gondolják, hogy meg friss a kapcsolat, vagy meg frissíteni akarnak, jó kedvebben vannak. Szóval mindenkit, aki szerelmes, jó kedvebben van, várjunk. Gyűrű nem kerül semmibe, mindenki, aki akar, kapja egyet. A szervezők elmondása szerint remek volt ez az alkalom arra, hogy elmélyítsék kapcsolatukat a szerelmesek. Szeretnénk, hogyha a házasság hete alkalmából Noszvajról az az üzenet érkezne a világnak, hogy itt az embereknek fontos az összetartozás, hisznek abban, hogy jóba rosszba lehet együtt lenni, amíg az ásó kapa el nem választ. És azt gondoljuk, hogy ez a programcsomag alkalmas arra, hogy a falu lakosságában is feléleszünk régi gondolatokat és üzenetet sugározunk feléjük, és ugyanezt tovább tudjuk adni a vendégeinknek is. A Noszvai Szerelem hétvégén sokan bájitalokat főztek, az álmodozók a kívánságfára akasztották vágyaikat, az ügyesebbek pedig kézműves foglalkozáson készítettek ajándékot párjuknak.